Szevasztok srácok, én Zodiak vagyok, ez a videó pedig nem másról fog szólni, mint a következő Let's Play SF részről, ami már a 41. rész lesz. Nos, kezdjünk is bele, akkor a kisebb karakterrel, a legkisebbel, az újjal fogok most játszani. Ő Zodiak 1-es karakter és a V39-esen van, most 38-as szinten állunk jelen pillanatban is, azért van már itt egy pár darab epic tucmók, úgyhogy nagyon jól haladtam, és jelen pillanatban már ott tartunk, hogy vannak ilyen hajlamaim, hogy minden nap megcsinálom ezeket a küldetéseket telefonról, ugyanis nagyon szeretném fejleszgetni ezeket a karaktereket, és már is mondom, hogy hát meg is veszem akkor ezeket a potikat. Muszáj, nem akarom le, hogy pazarba menjenek a potik, úgyhogy sorba fogom őket elhasználni. Nem kell, ezeket nem is nézem, fegyver kellene úgy igazából, de nincsen olyan fegyver, ami nekem nagyon kellene most jelen pillanatban. Ügyesség 55. Ügyesség 36, erő 22. Ezt a kesztyűt megveszem. Valamint van itt egy értelmes semmi. Jó, egyenlőre egy cuccat fogunk vásárolni, és 55. Jó, 55 ügyességet ad. Kazamatákba benézünk majd, hogyha az erődöt csináltam, ugyanis most bányászni fogunk. Igen, a keresés indítása 3 óra. Így néz ki most jelen pillanatban az erőd, már fejlődtünk, és most is látjátok, hogy csinálom a kovácsműhelyet, 5-ös torony, 4-es kőfejtő és favágó, 4-es laktanya, 6-os, nem, 8-as erőd, 4-es bánya, 3-as kincstár, és azt fogom fejleszteni, következőre meg kell a hely, és 6-os védmű, és vannak már itt katonáim, és vannak mágusaim, valamint vannak íjászaim, és úgyhogy nagyon jól haladok jelen pillanatban. Na de akkor a pörgetést azt megcsinálom azért. Most pedig, hogy már végeztünk ezzel a karakterrel, menjünk át egy másik karakterre. Ez pedig legyen most Somoskő, hogy mi úgyse láttátok már egy jó ideje. Nála is fel fogjuk venni ezeket a dolgokat, napi küldetéseket, csatlakozunk C-be, megyünk egy démon kaput, valamint megnézzük a levelet, pünköst. Igen. Na szóval ott tartottunk, hogy Somoskövivel elkezdünk fejlődni, már egy küldetést megcsináltam, és van 7 darab átlépőm, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül átugranom 283-ra, mert már nem sok van hátra ilyen XP terén, már csak 80 misi, akkor nem fog menni viszont, ezért lenne jó egy hétvégi expevent, amivel kicsivel több jönne össze XP mennyiségből, de még egy pár darab ilyen forgószelet is megpróbálhatunk vele, hát ha avval is jön egy pár milla XP, és talán sikerül átugranom. Nem sűrűn látjátok, hogy én a legnagyobb karakteremmel fejlődök, ugyanis nagyon sokszor kimarad nálam ez a kari, és most sem szerettem volna, de olyan régen láttátok, szóval hagy szóljon a dolog, és akkor most megnézzük, hogy hol járunk. 392, nagyon gyönyörű, és a forgószél 387. Ez nem sikerült, nagyon fasza. És már nem is tudok pörgetni, úgyhogy most biztos, hogy nem lesz meg a csodálatos szintünk. Na de addig még ez az egy perc letelik, megyünk Dark Eagle-re. Dark Eagle pedig 387-es szintű, és mint látjátok, már be is tároztam egy pár darab tucmókot, 8 millió lélek, nagyon jó, és van itt nekünk ilyen zöld poti, zöld kövek, és van ilyen életes kő, meg van mindenhez hozzáadó kő, és most elkezdünk fejlődni. Itt nála
annyi a helyzet, hogy van három átlépő, ezt a hármat, négyet, hát fogom ugrálni, és megyünk a legkisebb karakterre vissza, nézzünk, pontosabban megnézzük, nem tudom, hogy voltam, mert nem emlékszem a videó elejére, ugyanis ez a videó egy teljes napon keresztül készül, mikor nyugalom van. And kettő átlépő, még 50 perc küldetés, telefonról folytatom a küldizést, és van egy, ezt pedig elküldöm most 4 millió XP-ért, és van 5. Nagyon jó, akkor ezt megvárjuk, elpörgetem a gombákat, hűha, nagyon fajn, 2 szerencsepoti, még van egy gomba, 15, jó, rendben. Ezt pedig majd mindjárt bedobom a bányászhoz, mondja a kovácshoz, vagy ki anya vagy ez. Szétszereljük. És megnézzük, hogy van-e még valami, amit szét lehet. Nincs! Kihagyjuk ezt az egy küldetést, és marad 30 percnyi küldetésünk. Ezt már... Oh my god! Budiba bedobjuk a legkisebb kövünket, legyen ez a 428-as, és 14-es szintre kell még 19,33%. Na jó, akkor somos kövit lerendezzük, és elküldjük kalandozni, ami azt jelenti, nála, hogy dolgozz köcsök, úgy, és még küldizik Dark Eagle, addig igen, két Dark Eagle van, azért mert ide beléptem még egyszer ugyanabból a karakterrel, nagyon szeretem, majd minden. Az ugyanez a karakter amúgy. V39-en van egy Dark Eagle-om. Ja, tényleg. Na mindegy. Nem baj. Na, nézzük a kis karaktert. Franco. Itt a kis karakter 10 000. Na, még egy átlépünk van, és van 4 gombánk, amire azt mondom, hogy szerintem beáll azok a... Ez kell, oké, ezért mondom, hogy fejleszteni kellene. És még egy életerő, és még egy szerencsepoti. Ez az! Ezt vártuk. Jó, akkor megcsináljuk a napi küldit, és remélhetőleg át fogunk lépni. És már is adott még egy gombát. Hát akkor 1500 inkább a 3 percre, mint 2000 a 10,5 percre. 5000 a 14. Mindjárt megvan a 39-es szint, és látjátok, dobálja, dobálja, dobálja nekem a XP mennyiséget, meg a nagyokat is. Itt a 39-es szint, Franco. És még van 10 perc küldi. Ezt gyorsan levágjuk, és megyünk még másik karakterre. Franco, mindjárt megvan a 40-es szint. Ahhoz képest, hogy nem is játszom vele jóformán, elég jól haladok magamhoz képest. Franco, oké, remek, 6 átlépőnk maradt. Itt pörgessük el azt az egy gombát, még 4700 TP. És akkor azt mondok, hogy mivel van bent egy 5 napos életerő, ezt az életerőt kipasszoljuk, és akkor legyen egy kis szerencsénk is pluszba. Mivel nem küldtem még el sehova se, így csinálunk egy leltárat, és bányászunk tovább, rendben, és egy kazamatát. Húha! Itt meg kell néznem, hogy melyik. 44-es szint. Na nézzük. Yes, today! 40 000. Nagyon jó. És már is 68 000-nél járunk. Franco, ez is sikerült. Na de akkor most küldjük el ide, és folytassuk. Mondjuk Z-Bulldoggal. Megnézzük egy C-es csatát nála. Hát igen.
inaktív a céhünk nagyon. Itt a 10 átlépő, erre szükségünk van. Ezt kidobjuk, ezt kidobjuk, ezt kidobjuk. Van 10 gombánk cserebere, úgy. És mivel ez egy őrjöngő, ezért neki kell kelleni fog neki jó poti, az a sárga, az ügyességes, ami nem jött össze, de jött 3 életerő, és akkor ide is bánya, egy bánya, pontosabban kovács, egy szétszerelés, azt nem akarom szétszedni, mert az jó lesz. 152-229 plusz 14 visszaadom. És mivel ez egy 320-as ügyességes, ezt szétszedjük, ez meg mindenhez hozzáad, úgyhogy már is van egy plusz, amit szét lehet szedni. Adunk egy kis epiket a segítségünknek, és kezdjünk hozzá, nincsen hálat, na mindegy. Na jó, mivel nincsen állatom, ezért az első küldetés gyorsba átlépem és rakok az istálóba fel egy állatot. Úgy megindult itt az élet ebbe a városba, hogy már mindenki szaladgál mindenhova, meg pofázik mindenkinek, minden dudálnak, Family Frost kurva anyja, meg minden. Na de térjünk vissza akkor a lényeghez. Itt már is kioldunk egy-két H4 tucmókot, és fogjuk, csináljuk a küldetésünket, aminél most 1 millió és 20 lépő van még homokóra. Ez nagyon jó, király, és azt mondom, hogy legyen a 7 percesek közül a pénzes. Oké, okay. És 624 000. Nagyon jó, mindjárt készen vagyunk, 648 000. 227-es szinten vagyunk jelen pillanatban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi van az időgépben. Úgyhogy azt majd mindjárt megnézzük, és remélhetőleg szintet is lépünk itt is. 446 000. És a küldetés kész. Jöhet a meló, valamint az erőd, ahol is felvesszük ezeket a kedvenc kéket. Itt 3 millió kellene, és 1 millió 248. Nem soká tudok fejleszteni 14-es szintre. És itt van teli az időgép, meg vagyok elégedve, ugyanis 30 millat, ha összeütök, akkor már szintet is léptem, az meg lesz 40. Tessék, szintlépés, és még mindig van 238 az időgépben. 20 misi, és még van 35. 3 misi, nagyon szép. 32 milla, szép. Szereltessünk itt is szét még, hogy jöjjenek a ásványkincsek, és tudjak majd fejleszteni, ezeket pedig ide besorolom, és azt hiszem, hogy ennyi lészen még az átlépést megcsináljuk a démonkapunkon, meg itt is megcsináljuk, hogy azért haladjon valamennyit. Mágia, torony, tornyot nézzük meg. Nincs sok cucca, van szabaj. Mm. 44 misi. Uh-huh. Fel kéne fejleszteni a toronysegédeket. Na jó, mindegy. Megnézzük így a torony első szintjét. Semmi. Hát igen, fel kell fejlesztenem, meg be kell raknom még egy pár cuccot, mert még ugye Mark Barton nincsen semmi, Bertramon is még egy hiányzik. Igen, ez ami lemaradt Z-boldogon. Na, de én megköszönöm a figyelmeteket, én Zodiac voltam, és találkozunk a következő videóban, és hamarosan érkezek új tartalommal.
Figyeljétek a csatornát, és a Let's Play SF 41. részével búcsúzom már, következik le hamarosan a 42. Találkozunk nem soká. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozzál fel a csatornára, kövessél be Facebookon, lájkolj be Facebookon, valamint hogyha kérdés, óhaj, sóhaj, panasz van, a Facebookos oldalon elérhető, ja, és ne felejtsétek el a weboldalt is, minden link elérhető lesz a leírásban, találkozunk legközelebb, sziasztok!